a vénasszony és a halál. Egyszer volt, hol nem volt, még az óperenciás tengeren is túl volt. Volt egy öreg asszony, öregebb az országútnál, aki már a hamut is mamunak mondta, de meghalni nem akart. Erősen szerette az életet, gyermeke sem volt, senkije sem volt, mégis mindig sürgött, forgott, dolgozott, verte egymással csengő tallérokat. Tele volt a tulipántos ládája arannyal, ezüsttel. Fájt a szíve erősen, ha meggondolta, hogy egyszer csak beállít alá, s azt sem kérdi, jössz-e, vagy nem, megfogja, s viszi. Hát bizony jól gondolta, mert egyszer csak beállította alá, s ezt mondta neki. Kész, öreg asszony, mert viszlek! Könyörgött, istenkedett az öreg asszony. Még csak 10 esztendőt! Nem lehet, viszlek! Még csak már 5-öt! Nem lehet, készülj, már beírtam a nevedet a nagy könyvembe. Ki nem tarul, hát nem. De az öreg asszony addig sírt, addig rimánkodott, míg a halál adott neki 3 órát. Adj ennél több időt! Kegyelmez ma még életemnek! Gyere el holnap! Mondta a halál. Mondta az öreg asszony. Jó van, hát, Isten neki. Nem bánom. S azzal elindult kifele, de visszaszólt. Ha nem holnap, csak ugyan eljövök, nem adok pártont. Ha nem holnap, csak ugyan elviszlek. Jól van, csak gyere. De tudod mit? Jobb is lesz, ha fölírod az ajtó férfára, hogy holnap. Nehogy én is elfelejtsem. S a halál azzal kivette a zsebéből a krétát, s felírta az ajtó félfára. Holnap. Azzal elment. Másnap jókor reggel jön a halál, s az öreg asszony meg ott feküdt az ágyban. Indulj, öreg asszony, leteld az órád! Dehogy tett! Nézd csak az ajtó félfára, mi van odaírva? Ma nem vihetsz el, csak holnap. Ez így tartott egy hétig, 2-ig. A halál minden nap pontosan jött az öregasszonyért, az öregasszony pedig mindig hűségesen rámutatott az ajtó félfára. S a halál továbbállott nagy bosszúsággal. Egyszer aztán megsokallotta a sok hiába való járás, letörülte az ajtó félfára az írást, s megfenyegette az öregasszony. Hanem csak ugyan elviszlek, nem adok pártont! Hely, édes Istenem, megijedt az öregasszony, reszketett egész testében, mint a nyárfa levél. Nem találta helyét a házában, szeretett volna valahova elbújni, ahol a halál nem találja meg. Hopp, megvan! Volt egy kár csorgatott méze, belebújt abba. No, itt bizonyosan nem talál meg, gondolta magában. De itt sem volt maradása. Hát, ha mégis megtaláljam, gondolta magában, kimászott a hordóból, felsütötte a dunnáját, bebújt a dunna tolla közé. Itt kucorgott egy darabig, de itt sem volt maradása. Kibújt a dunnából, hogy jobb helyet keressen magának. Éppen amint bújt kifelé, akkor nyitott be a halál. S nézi, mi Isten csodája lehet az a fehér, tollas szörnyetek. Megijed szörnyen, azzal utcu neki, úgy elszalad, hogy mézes kaláccsal sem lehetett volna visszacsolgatni. És az öregasszony azóta még mindig el. Holnap legyen a ti vendégetek!